Madách csicsergős a reggel Balog Endre házában. Az Operaház cselló szólamvezetője gyermekkora óta tenyészt madarakat. Ebben a szobában körülbelül 40-50 pintyről, papagájról, egzotikus madárról gondoskodik. Úgy kezdődik ez a hobbi, hogy először csak egy kalitka van, aztán a ruhásszekrényt alakítja át az ember, és aztán egy kicsivel később aztán egy ilyen madárházszerű alakul, de szerencsére a családban mindenki szereti őket. Elsősorban Ausztráliában és Afrikában őshonos madárfajtákat, úgynevezett egzótákat nevel. A madarak már megszokták jelenlétét, de előfordul, hogy a fürgébbek kicsúsznak a kezei közül. Ő egy gulda mandina fiatal, 4-5 hónapos. Nagyon érdeklődően nézelődik most, ez az első nagy repülése volt, hogy sikerült neki kiszabadulni. A vidám madárcsicsergést olykor lágycselló szó egészíti ki. Az Operaház szólamvezetője egy családi hagyomány révén találta meg a hivatását. Nálunk a családban mindenki játszott, meg játszik is, öten vagyunk testvérek, vagyunk, és a fiúk csellóztak, a lányok hegedültek, ez egy ilyen tradíció. Nekem volt egy ilyen házi rendem, amit édesapa készített, és következő volt ráírva. Endre minden nap elmegy a boltba, tisztít egy fél kiló krumplit, és egy fél órát gyakorol. Tehát ezek voltak az én munkáim. Nem kellett sokat nógatni, hamar kiderült, hogy tehetséges. A Zeneakadémia elvégzése után itthon és külföldön is folyamatosan koncertezett. Hol kamarában, máskor zenekari szóló csellistaként állt színpadra. 2010 óta erősíti az opera zenekarát szóló csellistaként. Gyermekei szintén örökölték muzikalitását, hangszeren is tanultak, de végül más szakmát választottak. Fia Efraim például autószerelő. A család tahítótfalui nyaralójában egy kis műhelyt is kialakítottak neki. Fiat 500-as Abartnak a festés előkészítése, festéshez való előkészítése folyik. Közös szenvedélyük az autószerelés, ez már a második kocsi, amit együtt újítanak fel. Az anyagi hátteret ezt az első autónál apa biztosította, aztán miután az sikerült eladni, annak az árából tudtuk megvenni ez egy kategóriával nagyobb autó. Aztán majd szépen, ahogyan ezt is sikerül majd megcsinálni és továbbadni, egyre komolyabb autókhoz tudunk majd hozzájutni. Remekül működnek együtt, és egyértelműen Efraim irányítja a munkálatokat. Ő neki meg is van a tudása, én nekem meg a lelkesedése. Ez a kis nyaraló a család második otthona. Az elmúlt 20 évben sok nyarat töltöttek itt együtt. Amikor gyerekek voltunk, akkor az természetes volt, hogy mentünk, nyaraltunk, ide mentünk dolgozni, oda csináltunk mindenfélét. Most, hogy egyre inkább mindenki elfoglaltabb, az iskola, egyetem, munka, így nyilván nehezebb összehozni azt, hogy együtt legyen a család, és akkor hétvégente együtt legyünk mindig, de még mindig fontos. Alapvetően nem kéne, hogy nehéznek legyen, csak valamiért. A Duna a szomszédságukban van, így szinte minden vízisportban jártasak. Amikor együtt elmegyünk evezni, és a többi, akkor úgy több idő van, vagy talán jobban megnyílnak. De szeretném nekik azt mutatni, hogy egyrészt a természet közelség, az egy nagyon klassz dolog, meg a mozgás. A rövid családi pihenő után Kelenföld felé veszi az irányt. Most épp egy különleges templomi alkalomra készül kollégáival. Itt elhangzik az evangélium is, és előtte és utána is játszunk csodálatos szép barokk zenéket. Maga ez a szakrális tér, ez tényleg alkalmas arra, hogy az emberek egy kicsit elmélyüljenek, és a barokk muzsika meg különösen alkalmas arra, hogy gondolatokat ébresztenek a hitről, Istenről. A templomi közeg sem idegen a számára. 14-15 éves volt, amikor úgy döntött, Isten szeretné követni, és hangszeréhez is ezzel a tudattal nyúl. Amikor az ember a kezébe veszi a csellót, akkor valamilyen indirekt módon mégiscsak Istent magasztalja. Én is úgy vagyok vele, hogy amikor meghúzom a hangszert, akkor az egyfajta imádság.